Jelentős anyagi forrást kapott a Vásárhelyi Pál szakképzőiskola. A tavalyi évben 25 millió forintot, melyet infrastruktúra fejlesztésre, idén pedig 15 millió forintot a szakképzéshez szükséges eszközök beszerzésére. A 2018-2019-es tanévtől a korszerű, új demonstrációs terem több mint 500 diák tanulmányait segíti. Az egészségügyi ágazatot sok fiatal választja tovább tanulásnál. Már óvodában kialakult nálam egy olyan kép, hogy én ápoló szeretnék lenni, és én is nagyon szeretnék segíteni az embereken, és szerintem ápolóként tudok segíteni. A 2017-ben folyósított anyagi támogatásból az intézmény többek között fűtéskorszerűsítést valósított meg, és számítógépes termet alakított ki. Az idei forrásból pedig új taneszközöket vásároltak. Ebből a 15 millió forintból szereztünk be olyan demonstrációs eszközöket, amelyet az itt egészségügyi ágazatban OK szakképesítés szerző tanulóink használhatnak, amellyel ténylegesen gyakorlati ismereteket szerezhetnek. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy nem csak az alapápolást, hanem a szakápolást is magasabb színvonalon tudják oktatni, például kisebb-nagyobb beavatkozásokat elemekre bontva. Kiszolgáló és tároló bútorok, hidraulikus és elektronikusan felszerelt korszerű betegágyak, valamint ápolási modellek kerültek az új tantermekbe. 7 darab felnőtt ápolási és 10 darab csecsemő ápolási modell, más néven fantomok. Ezek a fantomok, hát fantom egy elég furcsa idegenül ható szó, különböző ápolási tevékenységeket próbálnak szimulálni. Tehát mondhatnánk, hogy szimulációs lehetőségeket kínálnak, például meg tudnak rajta tanulni katéterezni. De a vérvétel, a tüdőkapacitás ellenőrzés és számos egyéb vizsgálat is elvégezhető az új modelleken. A krepitációt hallhatóvá tudjuk ezáltal az eszköz által tenni a tanulók számára. A vizuális és szituációs ismeretek biztos tudást adnak a diákoknak, és a bővült eszközrendszer lehetővé teszi a szakápolás valamennyi ágára kiterjedően a gyakorlati feladatok elsajátítását. A Vásárhelyi Pál szakképzőiskola a térség legnagyobb és legmodernebb egészségügyi szakképző intézménye.